hogy itt van. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát, hogy bizonyítsam, hogy régóta tartok Tóth Árpádról, ez egy zentai plakát. Ott így adják hírül az embereknek. Hónapról hónapra az elmúlt 5 évben egy-egy magyar költőről megemlékeztem, akkor is, amikor nem volt évfordulója. Hogy ó, a vér s könny modern özönvizébe vetve, mi szörnyű sors a sok szegény emberhajóé. Tán mind elpusztulunk, s nincs közöttünk egy se, kit boldog Ararát várhatna tiszta Noé. Micsoda rímeket tud csinálni emberhajóé, Noé. Hát ez már nagyon artisztikus költőkkel. Ezt senki eddig nem tudja megcsinálni. Annyira birtokában van a mesterség minden eszközének. De szintúgy sodor bennünket a vers, és ez a számára is nagyon fontos nibelungizált Alexandrinus, ez a nem rövid, ugye a legrövidebb 6-8-as sorok dalszerűek lennének, a 10-es sorok már stanzaszerűek, ez 12-13-14 szótagos sor, tán mind elpusztulunk, s nincs közöttünk egy se, kit boldog Ararát várhatna tiszta Noé, tán mind elpusztulunk, s az elcsitult világon csak milliárd virág szelíd sajkája leng, szivárvány lenne a fűben, szivárvány fenn az ágon, egy néma ünnepé, ember utálni csend, egy boldog remegés, és felpihek sohajtva a fájó ősanyag, immár a kínnak vége, s reszketve megnyílik egy lótusz szűzi ajka, s kileng a boldog légbe a hószín szárnyú béke. Erre mondta a két világháború közt egy francia gondolkodó, hogy az embereknek nem kenyérre és húsra van szükségük, hanem igazi ételre. És az embereknek nem szénre és fára van szükségük, hanem igazi melegre. De igazi meleget kiadhat. Kitől származik az igazi meleg, kitől jön az a szeretet, ami megérdemli ezt a nevet, hogy szeretet. Na erről ír majd a 17 éves József Attila, hogy valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek, mert hideg a világ, rideg, fel kellene tépni a rideg kamrákat, hogy ott is fűteni a pincékben is, mert hideg, jeges hideg van, köztünk a roppant jeges űr lakik. Mert kincseket szeretne, azt szeretné megtudni a bolond. Voltál-e boldog? Én azt gondolom, hogy azok az igazi nagy költők, akik kimerik mondani azt, hogy mennyire elégtelen helyen áll még az ember. Mennyire nem felel meg még az ember névnek az ember. És hogy emberek legyünk, ehhez nem csak külső javak kellenek, hanem főleg olyan belső gondolatok, olyan döntések és olyan életcél, ami bennünket nem csak magunk felé visz, és a magunk érdekeit elégítjük ki, hanem bennünket a mások felé is elvisz, hogy segítsünk másoknak, hiszen az embernek a célja ez. A nagy kérdés, amit Vörös Marti föltett, hogy mi dolgunk a világot. Ma is eleven kérdés. Mi dolgunk a világot? Tetszenek emlékezni, hogy ő mit válaszolt rá? Mit válaszolt erre Vörös Marti, hogy mi dolgunk a világot? Küzdeni erők szerint a legnemesbekért. Ez akkor jól hangzott, és akkor sokan is hittek benne, hogy küzdeni erők szerint a legnemesbekért. Ha ma ezt elmondanám, nem csak itt 10-20 ember előtt, meghallgatnának egyáltalán? Ki beszél ma arról, hogy az életben kérem, küzdeni kell? Az életben nem ingyen ajándékként kell elvenni dolgot. Az élet küzdelem, de lehet nemes küzdelem és szép küzdelem, erők szerint, tehát mindent adjál bele, ne nyögve nyerősen éld az életedet, hanem lélekből, meggyőződésből küzdjél, és miért küzdjél? Ne csak azért, hogy most egy falat kerüljön a szádba ma is, és egy kort ital,
hanem a legnemesbe kért.